Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kommentár című magazin műsorunkat látják. Vendégem Varbai Tamás, a hatvani polgárőrség elnöke, akivel az Egyesület életéről fogunk beszélgetni. Üdvözlöm és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást és köszöntöm én is nézőinket. 30 éves lett a polgárőrség. Ön mikor csatlakozott és hogyan teltek az elmúlt évek? Jój. Kimondani is hosszú. 1995-ben csatlakoztam a hatvani polgárőrség kötelékébe, és hát azóta gyakorlatilag folyamatos munkával telnek a hétköznapok. Mi inspirálta, mi ösztönözte arra, hogy csatlakozzon a polgárőrökhöz? A legelején egy baráti unszolásra sikerült engem úgymond beszervezni, ami úgy tűnt először, hogy egy jó bulinak tűnik, de végül is itt maradtam, és immár több mint 25 éve. Az elmúlt években számos fejlesztés is megvalósult. Mik ezek és hogyan jöhettek létre? Igen, tehát gyakorlatilag az Egyesületünk folyamatosan, 30 év alatt folyamatosan fejlődik. Ugye önkéntes szervezetről, civil szervezetről van szó. Mindent saját erőből próbálunk intézni, támogatókat keresve mindenféle célunkhoz. És ez ugye a technikai eszközeinkben fejti ki legjobban hatását, hogyha valamit el tudunk érni, és gyakorlatilag például a 2020-as esztendőben sikerült egyik gépjárművünket is, egy régi gépjárművünket korszerűbbre cserélni, illetve két új robogót is sikerült úgymond a pályázati úton beszereznünk, és egyéb technikai fejlesztések is megvalósultak. Hogyan zajlik a polgárőrök élete? Hogyan zajlik a beosztás? Mivel ez egy önkéntes szerveződés, tehát mindenki ez mellett dolgozik, ez szabadidőben, ingyen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzi mindenki, minden tagunk. Tehát gyakorlatilag kinek mikor van ideje. Tehát hangsúlyozom megint munka után, hétvégén, szabadidőben. Előre megbeszéljük, hogy ki körülbelül mikor fog ráérni, hogyha vannak fix programok, arra ugye rá tudunk tervezni. Sajnos ugye a 2020-as évben rendezvény nem sok volt, de amik ugye fix programok voltak, itt már jó időben erre meg tudjuk szervezni a szolgálatokat. Amúgy meg ugye járőszolgálataink vannak, amit mindenki a saját szabad idejében úgy dönti el, hogy mikor megy, amikor ráér. Mit gondol, miben változott a polgárőrség 30 év elteltével? Hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mindenben. Tehát ugye először a megalakuláskor, én még akkor nem voltam ott, csak pár év múlva csatlakoztam, de még akkor is gyakorlatilag semmilyen nem volt az Egyesületnek. Ez egy új dolog volt, sőt azt mondom, ez az egész világon egy rendhagyó dolog. Az egész világon nincs még egy ilyen, mint a Magyarországon, ez az egész polgárőrszövetség. Ilyen szervezet formában nem létezik sehol a világon, és akkor ugye az elején még semmi nem volt. Mindenki lelkesedésből ment, saját autóval, legtöbbször saját költségből, mi tankoltuk az autókat, mentünk ki, tettük a dolgunkat, vigyáztunk a közbiztonságra, segítettünk, ahol tudtunk. Hogyan érintette a vírushelyzet a polgárőrséget? Ilyenkor több volt a munka, vagy mi volt a jellemzőbb? Igen, tehát a 2020-as esztendő az érdekes fordulatot hozott az Egyesületünk életében is, úgy, mint az egész világon. Tehát ezt mi sem hittük volna, hogy ilyen egyáltalán előfordulhat. Ugye a tavaszi első hullám idejében a tagságunk megmutatta, hogy nagyon képes oda tenni magát. Tehát ez azt jelentette, hogy napi 3-4 szolgálatot párosokba elláttunk gyalogosan, kerékpárral, gépkocsikkal, a piacon, ugye ez az idősávos korlátok ellenőrzése, maszk ellenőrzést, mindent csináltuk, és önként jöttek a tagok, és csinálták. Ez tükrözte is az, hogy gyakorlatilag 19-hez képest a 2020-as esztendőben gyakorlatilag megdupláztuk a szolgálati óráink számát, több mint dupla órát teljesítettünk. És milyen kapcsolatban állnak a környékbeli polgárőrökkel? Azt mondhatom, hogy szerencsére nagyon jó kapcsolatunk, nagyon jó munkakapcsolatban vagyunk, tehát kölcsönösen segítjük egymást, amikor kell. Ugye, ahogy előbb is mondtam, sajnos 20-as esztendőben
rendezvények nem voltak, ugye ahova nagy létszámmal kellettünk volna rendezvénybiztosításhoz, de így is a pandémia alatt is volt, hogy mi is mentünk segíteni más településre, területzárás miatt, tehát voltak ugye tavasszal ezek a hétvégi nem szabad bemenni a területre című történetek, és viszont mi is kaptunk segítséget más településektől. És hogyha az előbb szóba kerültek a rendezvények, ki tudna emelni egy olyan eseményt, ami a legemlékezetesebb azon számára? Hú, hát így a pár év alatt volt egy jó pár ilyen, de talán, ami ilyen emlékezetes volt, hogy a 2019-ben volt itt labdarúgó mérkőzés, amikor Újpest jött az FC 60 ellen játszani magyar kupa mérkőzést, és akkor ugye ránk volt bízva gyakorlatilag a szurkolótábor szétválasztása, mármint a parkoltatás része, meg irányítása, és tehát külön választani a 60, illetve az újpesti szurkolókat. Na most ennek olyan jó visszhangja lett, hogy még például a újpesti B-közép is írásban megköszönte nekünk, hogy ilyen szuperül, még soha nem kezelték őket, hogy tehát jól esett, hogy megköszönték a játékvezetők, a újpesti játékosok, ahogy jöttek be, engedtük be őket, mind megköszönték, hogy milyen szuper itt az egész kiszolgálás. És hogyha valaki szeretne csatlakozni a polgárőrökhöz, akkor hogyan teheti ezt meg, és van-e valami feltétel? Igen, vannak feltételei. Először is kétfajta korosztályban lehet hozzánk csatlakozni. Van az úgynevezett ifjú polgárőr tagozatunk, ami azt jelenti, hogy 14 és 18 esztendő közötti fiatalokat is várunk. Ifjú polgárőr, ez a hivatalos besorolásuk, illetve a 18 év fölöttiek pedig a rendes polgárőrök. Most ennek egy legegyszerűbb módja a Facebookon való megkeresés, a Polgárőrség 60 Facebook oldalon, ott ír nekünk privátba bárki, és akkor fölveszik vele a kapcsolatot, és egy személyes elbeszélgetés alapján közösen megbeszéljük, hogy akarja ezt csinálni, vagy nem. Milyen kapcsolatban van a polgárőrség a 60-i önkormányzattal? Tehát 60-i önkormányzata, azt kell mondjam, maximálisan a legjobb kapcsolatunk. Tehát bármiben szükségünk van, bármilyen téren, azonnal segítséget kapunk, tehát akár pályázatírásban, illetve mindenféle területen, tehát maximálisan segíti a munkánkat a 60-i önkormányzat. És hogyha már 30 éves lett a polgárőrség, akkor volt-e valamilyen mód idén, hogy ezt megünnepelhessék? Igen, sajnos nem. Terveink között szerepelt, hogy igen, most egy nagyobb volumenű rendezvényt szerettünk volna csinálni, tehát a tagokat, vendégeket, régi tagokat, mindenkit meghívogatni, de ugye sajnos ezt nem lehetett a pandémia miatt, és ezért ez kitolódik ez évre, remélhetőleg ez évben már meg tudjuk csinálni ezt a rendezvényt. Mindenképp meg fogjuk csinálni, csak sajnos az időt még nem tudjuk. A polgárőrség egy önkéntes feladat, tehát a legtöbben ezt munka mellett végzik. Hogyan lehet ezt a kettőt egyeztetni és megoldani az időbeosztást? Erre azt szoktam mondani, hogy mindenki úgy csinálja, hogy akarja. Tehát ugye most erre azt mondom, hogy mehetnénk horgászni is, bárhova, bármilyen más hobbit űzhetnénk. Mi ezt vállaltuk. Tehát munkaidő után mindenki saját maga beosztja, hogy hogy ér rá, mikor fog ráérni, és akkor megyünk és csináljuk. Mint előbb már említettük, rengeteg fejlesztés valósult meg az elmúlt években, de mik a tervek a jövőre nézve? Nagyon szűk jövőre, tehát idei évre van egy nagyon nagy tervünk, hogy a bázis épületünket szeretnénk kiegészíteni egy kétállásos, ilyen könnyű szerkezetes garázssal, mert ugye ahogy a technikai eszközünk bővültek, most már nagyon időszerű lenne egy kulturált bázis kialakítás, hogy minden egy helyen legyen. Tehát gyakorlatilag ez az idei nagy álmunk, tervünk, amik már el is indultak a 2020-as esztendőben, ugye a tervezések, árajánlatok, bekérései, ilyenek, ezek már folyamatban vannak, és most már csak a megvalósítás várat magára. Én köszönöm szépen a beszélgetést, és sok sikert kívánok a jövőre. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!